napok óta tombol a kánikula, és ez a nagy forróság bizony kimeríti a szervezetünket. Délelőtti szakértőnkkel, dr. Hermanné Fogarasi Éva alvás szakértővel beszélgetünk. Arról például, hogy most ez a viharos, szeles, esős másfél nap, ami mögöttünk van, az mondjuk segít-e? Nagyon segített, szerintem rengetegen jobban aludtak, mint az előző héten. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem véletlen. Az alvásnak a feltétele az, hogy a belső hőmérsékletünk le tudjon hűlni, és ezt a tüdőn keresztül belélegzett hűvös levegő segíti nyilván a hormonok mellett. Úgyhogy... Hát, hogy azt meg lehet tenni, mert például a mi házunk olyan, hogy körülbelül 5 nap késéssel hűl le, és 5 nap késéssel melegszik föl. Tehát, hogy ilyenkor nem nagyon érzem azt, hogy mi van. Én azt szoktam javasolni, hogyha valakinél nincsen se klíma, legalább egy ventilátort vegyen, és a vizes lepedő nagyon nagy segítség. A ventilátor az mehet egész éjszaka? Mert a ventilátor... ugye a légkondinál azt mondjuk, hogy ott alvás előtt hűtsük le a szobát, és utána kikapcsolja éjszakára. Így van. A ventilátor nyugodtan mehet egész éjszaka, és a hűvő, tehát ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat, egy nedves lepedő vagy egy nedves törülköző nagyon sokat tud segíteni. Hogy azzal takarózzunk? Igen, hát... nem is az egész testünket, de ki a kezét szereti, ki a lábát, ki a mellkasát, nagyon sokat számít. Honnan tudjuk, hogy mi alvás zavarral szenvedünk? Azt nyilván érzi az ember, hogy mondjuk akár ebben a melegben, de nem feltétlen köthető ez évszakhoz vagy hőmérséklethez. Érezzük, hogy na most kicsit rosszabbul aludtam, na most fáradtabban ébredtem. De honnan tudom azt, hogy nekem alvás zavarom van, tehát hogy komolyabb problémám? Onnan, hogy jó párszor előfordul, tehát hogyha egy héten háromszor, vagy mondjuk egy 10 napon keresztül folyamatosan, akkor nyugodtan érdemes megkeresni a szakértőket. Ez teljesen egyébként úgy felborul nyáron minden, meg a jó időben minden, mert hogy ugye az van, én tudom magamról, hogyha későn eszem, és utána rögtön lefekszem, akkor rettenetesen rosszul alszom. De hát egy nyáron nem lehet azt megtenni, hogy 6 óra után ne egyek például, akkor kezdődik az élet, nem? Hát tudatosnak kell lenni, tehát az biztos, hogyha este telesszük magunkat, akkor nem fogunk tudni elaludni. De mi az olaszok miért tudnak? Azok mindig későn esznek, én mindig olyan csodálattal nézem őket, hogy este akkora, nem akkora asztaloknál ülnek és úgy esznek, és mégis soha nem alok olasz. Azért, mert sokkal később fekszenek lealudni, mert délután aludtak egy jót. A jó, sziasztok! Igen, tehát ami nekünk 9 óra, az nekik nem egészen 9 óra, mert nekik még nagyon messze van a lefekvési idő, nem 11-kor, hanem mondjuk éjjel 1-kor. Az alvászavarnak vannak speciális tünetei? Tehát azon kívül, hogy több napig tart, vagy rendszeresebben észreveszünk, mint mondjuk egy sima rossz alvást. Van más olyan tünet, aminél felkaphatjuk a fejünket? Hát az, hogyha nem tudunk elaludni, ez a legjellemzőbb, vagy többször felébredünk éjszaka, és már nem tudunk visszaaludni. De vannak olyan tünetek is, hogy bár alszunk egész éjszaka, de valahogy mégis nagyon fáradtan ébredünk. Ennek akár komoly oka is lehet, tehát ezt érdemes kivizsgáltatni minél előbb. Van valami olyan praktika arra, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha nem tud mondjuk elaludni akár a gyermekünk este? Tehát egyszerűen hiába, bent vagyunk már, meg volt a mese, meg volt az ölelés, meg volt a csönd, meg volt az, hogy most már kimegyek és többet, de hogyha nem tud elaludni, akkor mit lehet tenni, hogy valahogy... Attól függ, hogy mik az előzmények, kialakítottunk-e már egy esti rituálét. Most a gyerekek szeretik húzni, főleg ahol mesélnek, hála Istennek, hogy még sok családnál mesélnek este. Ott azért a gyerekek még egy utolsót és még egy utolsót. Tehát egyrészt határozottnak kell lennünk. Én azt szoktam mondani, hogy döntsük el, hogy mi az utolsó mese, vagy mi az utolsó dal, amit elénekelünk, és akkor azt tudni fogja a gyerek, és ez legyen egy viszonylag hosszabb, tehát ő abban már akkor hamarabb belealszik. Tudja, hogy ez az utolsó, itt már nincs kecmec, nem lesz több. És nyáron ebben a nagy melegben mit lehet kezdeni velük szintén? Lehet ezt a vizes vagy nedves valamit a gyerekre is lehet nyugodtan tenni? Igen, tehát nyugodtan betagargathatjuk őket például egy ilyen vizes vékony pelenkával, biztos, hogy nem fognak megfázni, de hogy sokkal jobban fognak tudni aludni, az is biztos. Mond. Olyat lehet csinálni, például egyik-másik ismerősöm szokta, hogy benedvesítenek egy lepedőt, hogy valamilyen ilyen géz, könnyű gézanyagot, és azt az ablak elé teszik, és azon keresztül szellőztetnek, hogy ez a hűvösség, ez nem tudom, így van, az is segíthet, tehát minden, ami hűti a szobát, segíthet. A ventilátor egyébként nem rossz megoldás, ha már klíma nincs. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy a hálószobában a fűtés az teljesen fölösleges, de klíma, ha lehet, legyen. Az alvászavar az melyik korosztályra a legveszélyesebb, vagy kiket érint leginkább? Mivel 30 éves korig van garancia erre az alvásrendszer, ezzel 30 éves kor fölött, ahogy megy az idő, egyre gyakoribb az alvászavar. De ez minek köszönhető? Mert rengeteg mondjuk a nagyszüleimmel egy korosztályban lévő idősebb hölgy vagy férfi mondja azt, hogy hát igen, én már hajnalba fölkelek, pedig, tehát hogy ez minek köszönhető ez a korra, miért változik? Az egyébként alvászavar, ha valaki igen, még éjjel föl, és utána visszaalszik, az annak így. Az is alvászavar, igen. Tehát ez a leghamarabb öregedő életműködésünk sajnos.
De egyébként, hogyha nincs olyan nagyon erős fizikai igénybevétel, akkor a szervezet mitől akarna annyit pihenni, nem? Tehát, hogy ezt én nem tudom, valahogy erre vezettem vissza. Én ezt mindig szoktam mondani, tehát a klienseimnél az, hogy elvállaljak valakit, annak feltétele az, hogy igenis mozogni kell minden nap, nem elég egy héten kétszer edzeni. Tehát kellenek a fáradtságanyagok ahhoz, hogy jól tudjunk aludni. És mennyit aludjunk egyébként? Hogy mennyit jó aludni? Tehát, hogy van az mondjuk a 4,5 óra az elég, vagy a 6 óra? Vannak ugye ezek a másfél órás intervallumok. Így van, a másfél órás ciklusok, 7,5 óra alvás, a normál alvás ideje egy felnőtt embernek. Akinek nincs meg? Nincs. Nem volt? Délután nem tudod pótolni? Ma délután szerintem nem. 6. De ilyenkor, amikor egy nyár van, és ilyen nagy meleg, meg ilyen korán világosodik, akkor egész jól el vagyok ennyikkel. De csak egy ideig. Nem biztos, hogy a szervezeted is ezt mondaná, hogy tényleg olyan jól érzi magát. Hát nem tudom, nekem mondjuk ezek a másfél órás ciklusok, és nem tudom pontosan, hogy mikor alszom el. Ez fontos lenne egyébként vezetni? Hogy úgy nagyjából mondjuk 11 körül ágyba kerülök, de... Mindenki azt, hogy könnyen vagy lassan aludt el. Tehát azt azért meg tudjuk satszolni. Nekem van egy olyan 10-10 óra, amikor én tehát akkor el tudok jól, hogyha akkor nem alszom, akkor viszont megint kell egy jó idő, hogy utána jöjjön megint az kell egy újabb másfél óra, mert az a kapu becsukódott, meg kell várni a következő elalvás kaput. Hát köszönjük szépen, szakértőnket hívják be 0635 15 93 99-es számon. Várjuk vissza. Nyár, meleg. Köszönjük.